Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Önök a 60 Televízió Kommentár című magazin műsorát látják, melyben az elmúlt heti képviselőtestületi ülés legfontosabb döntéseit helyeztük a górcső alá. Köszöntöm városunk vezetőjét, Horváth Richárd polgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket! Polgármester úr, az egyik kardinális kérdés volt a szociális szakszolgálatnak a kérdése, olyan tekintetben, hogy új helyre költözik, talán egy végleges új helyre. Ennek az indokairól szeretnénk Önt kérdezni. Mi indokolta ezt a döntést, és hogyan döntött a képviselőtestület? Hát én remélem, hogy most már valóban végleges helyre költözik a szolgálat. Azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan probléma, amely nagyon régóta fennáll, és amelyre a megoldást már kerestük jó ideje, és mostanra jutottunk el oda, hogy valóban megoldást tudunk felmutatni. A Bajcsú úton lévő telephely az meglehetősen méltatlan volt már magához a szolgáltatáshoz, és meglehetősen rossz műszaki állapotba került az elmúlt időszakban. Ez egy volt családi ház, ami akkor annó ki lett alakítva ennek megfelelően, de hát az egy régen épült családi ház, ezért a műszaki állapota is és maga az építés körülményei is sem olyanok voltak, amelyek a későbbi funkciót szolgálják. És természetesen van a másik része, az pedig a volt takarékszövetkezet épületében van. Nagyon régóta keresjük erre a problémára a megoldást, hiszen folyamatosan jelezték a szülők, és természetesen akik ott dolgoznak, azok is, a munkavállalók is, hogy a Bajcsi úttal azért vannak problémák, vannak hiányosságok, és ennek kapcsán több épületnek a vizsgálata is elindult. Több megoldás futottunk végig, mire eddig eljutottunk, hiszen alapvetően arról szól a történet, hogy meg kellett vizsgálnunk a különböző épületeket, hogy műszakilag hogyan és miképpen lehet megvalósítani ezt a szolgáltatást azokban az épületekben. Mindegyik épületre külön-külön felmérést kellett végezni, ezeket külön-külön be kellett árazni, és amikor megvoltak az árazások, akkor tudtunk dönteni, hogy melyik épületben alakítható leghatékonyabb módon, legköltséghatékonyabb módon a szolgálatnak az új helye. Így alakult, illetve így esett a választás, és ez alapján döntöttünk a volt cukorgyári fejépület mellett. Itt, amelyről most döntött a testület, ez azt jelenti, hogy nagyjából 15 millió forintért ez az épület belülről meg fog újulni, egy kicsit át fog alakulni, hogy a felmerült igényeket kiszolgálja, és a lehető legmegfelelőképpen szolgálja ki magát a szolgáltatót. Azt gondolom, hogy így hosszú távra megoldást találtunk, hiszen a volt takarékszövetkezet épületét is ki tudjuk váltani, a Bajcsy-Zsilinszky úti ingatlant is ki tudjuk váltani, és az egész szolgálat erre a központi helyre költözik. Nyilván ennek azért vannak technikai útvesztői, mint ahogy polgármester úr is említette, hogy átalakításokra vár az épület, így várhatóan a jövő évben már, mondjuk a második fél év, az reálisnak tűnik, hogy ott lesz a szolgálat? Én azt gondolom, hogy az átalakítás, az, illetve a felújítás maga, az nem lesz olyan nagy lélegzetvételű. Meg ez úgy általában minden ilyen dolognál úgy történik, hogy testület dönt, utána a kiválasztott kivitelezővel megkötjük a szerződést, a szerződés kötés után pedig átadjuk a munkaterületet a vállalkozónak. Én azt gondolom, hogy legkésőbb tavaszra ez a felújítás meg tud történni, utána viszont azért magának a szolgálatnak a költöztetése, az infrastruktúra és egyéb más dolgoknak a átköltöztetése, az is egy kis időt fog igénybe venni, de én így most is azt mondom, hogy tavasszal, a tavasz folyamán valamikor ez a költözés meg fog valósulni, és remélem, hogy minden érintett fél megelégszik majd azzal az állapottal, amit ott találni fognak. A polgármester úr, a következő kérdés kicsit lerágott csontnak tűnik, de hát mégsem az, mert mindig vannak újabb és újabb események körül a dolog körül, ez pedig a hármas számú főút. Ugye azt tudjuk, hogy már jó ideje problémás ezen a közlekedés, több a panasz is, és hát megjárja a Kálváriát és az útvesztőjét ez a maga útján, olyan mint a közlekedési vállalat, vagy a közút fenntartó, tehát bárkivel futnak tárgyalások, több körös is. Az elmúlt kommentár című műsorban beszéltünk arról, hogy áthelyeződik egy
gyalogos átkelőhely, és ezzel majd kiváltja ezt a részt. Aztán most egy újabb pont is született ez ügyben, most mi a helyzet a 3-as számú főút forgalmának a gyorsításával? Azt gondolom, hogy a város életének egyik komoly gondja a 3-as úton való csúcsidőben való közlekedés. És itt most több dolgot is szétválasztanák ebben a kérdésben, hiszen az, amikor az autópályán baleset van, akkor aki akkor utazik, az pontosan tudja, hogy akár Budapest felől, akár Miskolc felől, bármikor, amikor az autópályán baleset van, éppen az oldali forgalom az ráterhelődik a 3-as útra, és innentől kezdve ez nem csak Hatonnak a problémája, hiszen ugyanígy torlódik a forgalom Gyöngyösön, Horton, 60-ban és Aszódon is, amikor erről van szó. Tehát aki utazott már ilyenkor, az pontosan tudja, hogy a 3-as út torlódik ezekben a városokban ugyanúgy. Viszont itt van a csúcsidő forgalma, ami azért jelentős kihívás, hiszen minden nap reggelente én is, ahogy kirakom a fiamat az Új-60-ban az iskolában, azért nekem is 10-15 perc kell, hogy átérjek a hivatalba, és vannak olyan időszakok, amikor ez sokkal hosszabb időszak. Nagyon sok vélemény, ellenvélemény, és sok minden keveredik ebben a dologban. És akkor megint fussunk neki egy nagyobb falatnak ebből a körből. Amikor a 3-as út átalakítása megtörtént, akkor ugyanúgy szakemberek mondták azt, hogy ez a megoldás meg lesz. Azonban egy jelentős különbség van ahhoz képest, meg a mostani állapot között, az pedig az, hogy azért a forgalom az jelentősen megnőtt. Tehát folyamatosan, hála jó Istennek, folyamatosan nőnek a munkahelyek száma 60-ban, folyamatosan nő ezzel kapcsolatos közlekedés, és bizony-bizony a főútnak is a forgalma. Éppen ezért, ahogy mondtam, nekünk mindig a jövőben felmerülő problémákra kell keresni a választ. Éppen ezért én már levélben többször jeleztem a kormányzat felé, hogy erre megoldást kell találni. Ugyanis az én meglátásom, és alapvetően a szakemberek meglátása is az, hogy a 3-as út jelenlegi forgalma függetlenül a 2 sávtól, 1 sávtól, maga a közlekedők száma az a csúcsidőben már túl van terhelve. Ezért torlódik alapvetően a forgalom, és ez az, amire megoldást kell találni. A alapvető megoldás az, hogy a 3-as út jelenlegi átkelési szakaszát még egy alternatív átkelési szakasszal megtoldjuk. Legalább egyet meg kellene toldani, ami azt jelenti, hogy Új-60 és Ó-60 vonatkozásában még egy hidat kell verni, akár az Agyván, akár a vasúton keresztül, hogy egy alternatív úton meg lehessen közelíteni a várost és Új-60-t. Én ezt többször jeleztem a kormányzatnak, kaptunk levelet Lázár miniszter úrtól is ebben a kérdésben, hogy a kormányzat ezt tárgyalni fogja. De természetesen nekünk ettől függetlenül tovább kell lépni ebben a kérdésben, és tovább is léptünk. Hiszen kiválasztottunk nem azokat, akik ezt a forgalmi rendet kialakították, hanem egy másik szakértő csapatot, akikkel megkötöttük a szerződést, azonban ennek a szerződésnek mire végigmegy, illetve mire munkát el tudják végezni ezek a szakemberek, ez nagyon hosszú idő volt. Hiszen itt azért egyes számú országos közútról beszélünk, és minden egyes kérdést, még egyszer mondom, minden egyes kérdést a közúttal kell egyeztetni. Ez azt jelenti, hogy a tervezők és a közút szakemberei többször beszélgettek, e-maileztek, nem tudom mit csináltak, és valahogy belassult ez a folyamat. Ennek kapcsán én személyesen mentem el a közút vezetőjéhez, egyeztettünk, utána pedig kértem, hogy látogassanak le 60-ba, ők, a tervezők és a város közösen, és tegyünk már végre pontot erre a hosszú-hosszú folyamatra, hiszen már időben is azért elnyúlt, ez valamikor tavasz végén döntött a testület arról, hogy ezt el kell indítani, és most december van, tehát azért szép dolog a türelem, de azért mindennek van határa. Itt voltak a közútnak a szakemberei, itt voltak a tervezők, és itt voltak a hivatal munkatársai is, és ennek kapcsán ugye több kérdés is felmerült, amelyeket mind-mind végigbeszéltünk, és megvan a megoldás is. Ami a lényeg, a szakemberek 2 programot dolgoztak ki a lámpákra. Van egy 90 másodperces ciklusidejű program, és egy 120 másodperces program. Mind a 2 program fel lesz programozva a lámpákra, és onnantól kezdve mi majd értesítjük a 60-iakat, amikor a 90 másodperces program fog futni, amikor a 120 másodperces program fog futni, és majd ezen tapasztalatok alapján ki fogjuk alakítani a legjobb programidőt. Ilyenkor mindig felmerül
hogy például miért nem tesszük villogóra a lámpákat, miért nem iktatjuk ki ezt a lámpát, miért nem iktatjuk ki azt a lámpát. Tehát ilyenkor ugye mindig, hogy hát amikor nem mennek a lámpák, gyorsabban megy le a forgalom. És ez igaz. Ezzel senki nem tud vitatkozni. Ezt elmondtuk a közút szakembereinek is, de ők a következőt mondták. A lámpás csomópontok alapvetően arra szolgálnak, hogy a nem gépjárművel közlekedő feleket megvédjék. Ez azt jelenti, hogy a gyalogosokat és a kerékpárosokat, illetve az egyéb közlekedőket megvédjék a gépjármű forgalomtól. Ezen logika alapján a közút nem járul hozzá ahhoz, hogy bármelyik lámpát a városban kikapcsolják, vagy éppen sárga villogóra tegyék. Esetenként megteszik ezt rendezvényekkor, vagy különleges helyzetekben, de egyébként nem, mert a lámpáknak alapvetően az a feladata, hogy a nem gépjárművel közlekedőket védjék. Éppen ezért nem járulnak ahhoz hozzá, hogy bizonyos csomópontokat, vagy bizonyos lámpákat sárga villogóra tegyünk, és nem természetesen ahhoz sem járulnak hozzá alapvetően, szakmai szempontok alapján, hogy a városban a hármas úton lévő lámpákat sárga villogóra kapcsolják. Tehát nekünk ezen a szűk mezgyén kell ezen út kapcsán mennünk, amely azt jelenti, hogy variálhatjuk a lámpák programozását. De ennél többet nem tehetünk. És ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy a templom előtti zebrát át kell fordítani a jobb oldalra, hogy a balra fordulókat a gyalogos forgalom ne tartsa föl. Ebben ugye elindult, szintén döntött a testület, és elindult a tervezés. De még egyszer mondom, ez egy nagyon hosszú folyamat, mert egyes számú országos közútról beszélünk, amely kapcsán minden lépést a közúttal, a megyei közúttal kell egyeztetni. És természetesen, ahogyan a testületi ülésen is elmondtam, én újra és újra felhívom a kormányzat figyelmét arra, hogy ha és amennyiben elindulnak az új beruházások által generált új munkahelyek, akkor 60 város közlekedése még inkább túl lesz terhelve, és ennek kapcsán, ha kell, akkor én fogom kérni a képviselőtestület támogatását, és ha kell, minden egyes 60-i támogatását fogom kérni, hogy ebben a kérdésben tegyünk valamit. Ezek szerint akkor jól értelmeztem, hogy a kezdet-kezdetén is, amikor ez az egész elkészült, a szakemberei jónak tartották ezt a konstrukciót. Természetesen, hát azt sem mi találtuk ki, vagy tehát nem. Csak hogy menet közben nem váltotta be hozzá a üzletreményt. Ez így van, nem minden esetben. Tehát azért ezt így én azt gondolom, hogy nagyon nehéz kijelenteni, hiszen például aki rendszeresen járt annak idén új 60-ból ó-60-ba, az pontosan tudja, hogy egy-egy alkalommal a új 60-i sor vége az a zöld fa után állt valahol kint a főúton, és azok, akik a főútról a kastély előtt balra fordultak, azoknak nem egyszer, nekem is 10 perc volt az az út, mint a régi cipőboltnak a sarkától eljutottunk a lámpáig, mert hogyha visszaemlékeznek a nézők, akkor pontosan tudják azt, hogy aki a busz megálló felől jött, annak mindig elsőbsége volt. És ez a sáv nem tudott befordulni, volt, amikor a főúton állt a vége, most viszont jelenleg a kanyarodó sávval ez a probléma meg lett oldva. Itt alapvetően az áthaladás az, ami gondot jelent, és ennek a sebességét kell valahogy megnövelni. Tehát az áthaladás sebességét kell valamilyen úton, módon egy kicsit növelni, és talán egy kicsit a külső pontokon pedig majd a városra túduló forgalmat egy kicsit korlátozni. De hogy ez még egyszer mondom, két programot is írtak, a szakemberek föl lesznek telepítve, és a legjobb program lesz az, ami ki lesz választva. És hogy egy kicsit visszakanyarodjak erre, mikor ez a megoldás megszületett, akkor mi felvetettük a közútnak, hogy a költségeket is azért jó lenne megosztani, hiszen alapvetően a közút a fenntartója ennek a főútnak, és ők elmondták, hogy igen, tehát valóban a költségeket meg kellene osztani, de hogyha ők lesznek azok, akik beszállnak ennek a programozásnak a költségébe, akkor ez a programozás nagyjából tavaszra jó, ha meg fog valósulni. Ezért döntött úgy a városvezetés, hogy akkor a város saját forrásból átprogramoztatja a lámpákat. Hát ez egy nagy forgalmú út, ráadásul egyes számú, tehát gondját viseli az önkormányzat, tehát keresztül kell menjen ezeken a útvesztőkön. Polgármester úr, reményeinket fűzzük ahhoz, hogy ez egyre jobb lesz.
És térjünk át a következő témára, ez pedig a gyermekétkeztetés. Hát itt most nem a kalóriatáblázatról van szó, vagy éppenséggel az elfogyasztott ebédnek a mennyiségéről, vagy minőségéről, hanem a térítési díjáról. Ezzel is kellett foglalkozzon a képviselőtestület. Miért került ez terítékre? Hát azt kell tudni, hogy az önkormányzat mindig minden esetben kifizeti a gyermekétkeztetést. Tehát az önkormányzatra eső részt ezt kifizeti. Ugyanakkor viszont áttekintettük azt, hogy bizonyos esetekben hol és miképpen halmozódik föl nagymértékű tartozás az étkezési díjban, és mondjuk ez a tartozás összhangban van-e a család szociális helyzetével. Másképp fogalmazok. Volt olyan tapasztalat, hogy adott esetben 100 000 forintot meghaladó tartozás halmozódott föl, ugyanakkor viszont a gyerek a legújabb iPhone-nal járt iskolába. Ez nincs összhangban, én azt gondolom, és nem etikus azokkal a szülőkkel szemben, akik egyébként 7 nappal átéve dolgoznak, és becsülettel befizetik a térítési díjakat. Éppen ezért az önkormányzat most jelenleg elfogadta azt, hogy ilyen esetekben, amikor ilyen komoly tartozás van a szülőknél, és a szociális helyzete a családnak, a szülők helyzete ezt nem támasztja alá, akkor bizony-bizony meg kell kérdeznünk a szülőktől, hogy ez hogyan alakulhatott ki ez a helyzet. Itt nem arról van szó, hogy a hátrányos helyzetű szülőket büntetjük. Itt nem arról van szó, hogy az önkormányzat egyfajta olyan dologba megy bele, ahol nem megfelelő szabályok mentén akar eljárni, hanem pontosan arról van szó, hogy azoknak a nagy többségnek az érdekeit szem előtt tartva, és azokkal a szülőkkel szemben, akik egyébként visszaélnek a rendszer adta lehetőségekkel, azokkal szemben lépjünk fel. Tehát még egyszer mondom, alapvetően azt tartjuk szem előtt azokat a szülőket, akik keményen megdolgoznak azért, ami van, és ők kifizetik ezeket a díjakat, ugyanakkor viszont vannak, akik visszaélnek a rendszer adottságaival, és ezeket próbáljuk kiszűrni. A polgármester úr is elmondta az ülésen, hogy nyilván egy gyermek sem büntethető azzal, hogy például nem kap ebédet. Tehát nyilván nem a gyerekek felé megy ez a sarcolás. Mégis milyen álláspont született? Akkor mi lesz a megoldás erre a helyzetre? Arról van szó, hogy a gyermeket kizárhatjuk a szolgáltatásból. Tehát kizárhatjuk, ha és amennyiben, ahogy mondtam, ilyen visszásságokat tapasztalunk, ha és amennyiben a szülő visszaél a rendszer működésével. De én azt gondolom, hogy erre nem fog sor kerülni, tehát mindenki megkapta már a felszólítást, hogy rendeznie kell ezeket a díjakat, és mindenki észhez kapott, hogy bizony-bizony ezt azért rendezni kell. Következő témánk a hulladékgazdálkodás. Ugye volt egy bűvös dátum, ez a november 16-a, el is tartolt ez az új társulás, illetőleg hát azóta már eltelt egy kis idő, mik a tapasztalatok? A november 16-ával, tehát november 16-ával a 60-i hulladék szolgáltató Kft. Nem végez tevékenységet. Ami azt jelenti, hogy az a cég, amely eddig 21 néhány településről hordta el a hulladékot és nyereségesen üzemelt, az 16-ával nem működik. Nincs tevékenysége, nem látja ezt a feladatot. 16-ától átvette a Szelektív Kft. A 60-i hulladékszállítást. Ez egy olyan cég, amely eddig 4 kisebb településről hordta a hulladékot, és a tavalyi folyamán veszteséges volt. Az átállás úgy történt meg,
hogy azok a gépek, eszközök, amelyek eddig a, amivel eddig a 60. Kft. Dolgozott, az átkerült a szelektív Kft.-hez, az új szolgáltatóhoz, és meglepő módon a humán erőforrás is egy az egybe átkerült, tehát azok a munkavállalók végzik a munkát, akik eddig a 60. Kft.-ben voltak, ezek átlettek csoportosítva a szelektív Kft.-hez. A szolgáltatás elindult, én úgy tudom, hogy a első napokban volt egy kis csúszás itt-ott-amott, de alapvetően a lakossági hulladékszállítás az zajlott és zajlik, ugyanakkor viszont a konténeres szállítás az megakadt, és éppen ezért mi többször jeleztük a szolgáltató felé, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően tegyed eleget, és szállítsa el például a temetőkből a hulladékot, hiszen ott már olyan nagy mennyiségű hulladék keletkezett, hogy gyakorlatilag lefolyt a konténerről a hulladék, és mindenhol volt már körülötte szemét, mert ezeknek a szállításai nem történtek meg, nem azokban az időkben történtek, és volt olyan hely, ahol több mint egy hetes késéssel történt meg a szállítás. Természetesen ezeket ledokumentáltuk, és természetesen, hogyha ez a jövőben sem oldódik meg, akkor ebben majd megteszük azokat a lépéseket, amelyekkel meg kell tennünk. Aztán a képviselőtestületi ülés végén egy meglepetés történt, vagy egy nem várt esemény. Egyik képviselő visszaadta a mandátumát. Ennek indokairól mit lehet tudni, illetve hát akkor hogyan tovább? Így az önkormányzat képviselőtestülete nyilván egy stabil képviselői számmal kell, hogy meghozza a döntéseit, és hát ennek megvan a saját maga szabálya. Igen, Basa képviselő úr bejelentette, hogy lemond, és ha jól emlékszem, valami olyasmivel indokolta ezt, hogy a DK és az MSZP közötti együttműködés kapcsán ő most lemond. Hát nem tudom, tehát itt lehet, hogy helyben akkor ők már megegyeztek erről, de én úgy hallom, hogy azért ez országosan nincs így, és éppen most gyűrik egymást, hogy akkor most ki, mi, hol, mennyi, merre. Ennek az a rendje, hogy miután lemondott a képviselő, a listán a következő jelölt fog bejutni a képviselő testületbe. A képviselő úr azt hiszem, hogy úgy fogalmazott, hogy nagyon reméli, hogy az utódja már képviselőként nem fogja hetente kezdeményezni a képviselő testület feloszlatását. Hát majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a képviselő testületnek, a képviselő testületi üléseknek azért van egy méltósága és van egy rendje, amelyet minden képviselőnek be kell tartania, és amelyet be is fogok tartatni. Záró akkordként az első világháborús emlékműről is beszéljünk. Tudjuk, hogy 60-ban majd kiemelt ünnepséget tart a Honvédelmi Minisztérium ennek kapcsán, hiszen az önkormányzat egy nagyon szép emlékművet helyezett már ki a régi emlékmű helyére a belvárosi temetőben. Nyilván ennek most zajlanak a technikai feltételei, műszaki átadás és egyebek, és hát várhatóan jövő év elején egy nagyon exkluzív, szép meghitt átadó ünnepségre is sor kerül. Magyarországon minden család azt gondolom, hogy minden háborúnak adott legalább egy hőst. És az az érdekes, hogyha valaki mondjuk eljut a tengeren túlra, akkor a tengeren túlon, az USA-ban minden háborúnak van egy nagy emlékműve. És minden egyes elesett katonának a neve legalább egy helyre fel van vésve. Ott ők a mi hőseink, akik életüket adták azért, a demokráciáért, a hazáért. És hát bizony-bizony nálunk azért a történelem ezt mindig árnyékolja egy kicsit, éppen melyik oldalra, vagy hogyan, milyen megvilágításba kerülünk. De én azt gondolom, hogy a történelemtől függetlenül ezek az emberek a legdrágább kincsüket, az életüket adták ezért az országért, ezért a hazáért. És igenis, megérdemlik azt, hogy legyen emlékművük, és a neveik föl legyenek vésve arra az emlékműre. Itt 60-ban is volt egy első világháborús emlékmű, ennek most a megújítása folyik, ezek a munkálatok folynak most a temetőben,
és utána én nagyon remélem, hogy egy méltó első világháborús emlékmű lesz majd ott kialakítva, és nagyon remélem, hogy azok a hősök, azok az emberek, akiknek állítjuk ezt az emlékművet, még ha nem is lehetnek itt velünk, de talán valahonnan látnak bennünket, és remélem, hogy büszkék lesznek erre. Nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak a válaszait a kérdésekre. Kívánunk önnek is, és a kedves nézőknek is most így advent idején nagyon meghitt készülődést a karácsony ünnepére, és köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét, legközelebb új adással egy hét múlva ugyanebben az időpontban várom önöket, viszontlátásra!